Megemelte a Román Nemzeti Bank az idei és a jövő évi inflációs előrejelzését, közölte Muguri Sărescu, a jegybank kormányzója, szokásos negyedévi kiértékelőjén. A tendencia most fordult meg, az előző értékelőn még csökkentették a prognózist. Az új előrejelzés szerint az év végén 1,9%-os fogyasztói árnövekedéssel számolnak a korábban közölt 1,6% helyett. Ugyanakkor a jövő évi inflációs előrejelzést 3,2%-ra emelték a korábban közölt 3,1%-ról. 2019 első negyedévének végéig 3,5%-os inflációs rátával számolnak, tette hozzá Sărescu. Korábban a jegybank az idén kétszer csökkentette 2017-es inflációs előrejelzését, eredetileg 2,1%-os fogyasztói árnövekedéssel kalkuláltak, amit két lépésben mérsékeltek 1,6%-ra. A jelenlegi előrejelzés is a céltartományon belül található. A banki elemzők várakozásai, amelyek az évi és a két évi inflációs szintet illetik, egyelőre a céltartományon belül maradnak. A gazdasági szereplők előrejelzései viszont, meg kell mondanunk, ennél kevésbé optimisták. Ők magasabb inflációs szintet várnak, különösen a fogyasztók. Júniusban évi 0,9%-os volt az éves inflációs ráta, amely a tavalyi árszint csökkenést követően az idén került pozitív tartományba. A Román Jegybank által meghatározott 2013 óta változatlan inflációs célsáv évi 1,5-3,5%-os. Az országban 2015 május óta változatlan az irányadó kamat, amely a történelmi mélypontnak számító 1,75%-on áll. Ezt most sem módosították.